Sziasztok, kedveseim! Üdvözöllek a Csináld Magadon! Ma gyurmát fogunk készíteni megint, csak azzal a különbséggel, hogy ma étkezési keményítő helyett lisztet fogunk használni. Tehát testápolót és lisztet ahhoz, hogy gyurmát készítsünk. Ez egy kísérlet azért, hogy lássuk, hogy működik-e. Így néz ki a gyurma, amikor készen van, és most megmutatom, hogy hogy készítettem. A gyurmához szükségetek lesz természetesen lisztre, testápolókrémre, ez most egy vanília illatú testápoló, utoljára eper illatút, jaj nem, málna illatút használtam, azon kívül szükségetek van egy evőkanálra és egy tálra. A recept, amit használok ez a gyurmához, ugyanaz, mint az étkezési keményítős recept, azzal a különbséggel, hogy lisztet használok, tehát 8 evőkanál liszt, és 5 evőkanál testápolókrém. Levettem a tetejét ennek a testápolókrémnek, úgyhogy egyszerűen egyenesen az üvegből nyomom bele a kanálba. Úgy néz ki, mint a vanília puding. És akkor most összekavarom az egészet jól kanállal, utólag pedig majd meggyúrom kézzel. És készen is van a gyurmám, hát látszik már most, hogy a konszisztenciája teljesen más, mint a testápoló és az étkezési keményítő gyurma. Ez nem elasztikus egyáltalán, inkább szakad, olyan, mint egy kenyértészta, ami vanília illatú. Úgyhogy ez a kísérlet nem sikerült. Az otthon készített gyurma receptben nem lehet behelyettesíteni az étkezési keményítőt liszttel. Hogyha azt írja, hogy étkezési keményítő, akkor azt kell használni, mert másképp ilyen lesz ez a gyurma, olyan, mint a kenyértészta. Egyáltalán nem elasztikus. Nem folyik, hanem egyszerűen csak szakad. Nekem ez nem tetszik egyáltalán. Ezzel akkor most bebizonyítottuk azt, hogy a lisztet nem lehet kicserélni étkezési keményítővel, teljesen más tulajdonosságai vannak, úgyhogy itt ez nem sikerült. Remélem, hogy tetszett a videó, és válaszolt a kérdéseitekre. Ha van további ilyen kérdésetek, írjátok meg kommentbe, lájkoljátok a videót, osszátok meg barátaitokkal, köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Sziasztok!